Megvan a 3 millió beoltott, újabb mérföldkő mellett robogott el a magyar oltási kampány. Nem túlzás ezt mondani, hiszen 2 hét alatt összejött a 3. 1 millió, és hogyha ilyen ütemben folytatódik a kampány, akkor már ebben a hónapban, tehát április végéig meg lesz a 4 millió beoltott. Reggelig a hivatalos adat szerint 2.969.000-en kapták meg az oltásból legalább az első adagot, mivel naponta nagyjából 70.000 az ugrás, így várható volt, hogy napközben elérjük a 3 milliót, és elértük. Átlépte itthon a 3 milliót a beoltottak száma, ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő egy videót is feltöltött, amelyhez azt írta, megyünk tovább. Az első lépést karácsony másnapján tette meg hazánk, amikor az első vakcina szállítmány érkezett Magyarországra. Akkor 5000 ember oltására elegendő Pfizer jött. Az oltóanyag egyből a Délpesti Centrum kórházba került, ahol elsőként egy osztályvezető főorvos kapta meg. Kertész Adrián akkor azt mondta, megkönnyebbülést jelentett számára az injekció. Világon semmit nem éreztem, nem csípett, nem szúrt, nem fájt, semmilyen pillanatnyi, nemhogy rosszul lét, de még egy rossz érzéssel fogott el. A koronavírus elleni oltások beadása azóta is folyamatos Magyarországon. Március 8-án lépte át az 1 milliót, a legalább az első adaggal beoltottak száma, a 2,5 milliós határt pedig egy héttel ezelőtt, ami a 3. hullám első enyhítő intézkedéseit is magával hozta. Ehhez az is kellett, hogy az akadozó brüsszeli vakcinaszállítás miatt a magyar kormány orosz és kínai oltóanyagot is vásároljon. A keleti vakcináknak is köszönhetően a magyar lakosság már 30%-a kapott védőoltást, szemben az uniós 15%-os átlaggal. Az elmúlt 2 hét során a rendelkezésre álló vakcinák eloltásával az oltási programban az eddiginél is nagyobb ütemet tudtunk diktálni. Rekordmennyiségű oltást adtak be az elmúlt hetekben Magyarországon, erről az országos oltási munkacsoport vezetője beszélt az operatív törzs tájékoztatóján. György István hozzátette, az unióban is kiemelkedő magyar oltási eredmények azt bizonyítják, hogy Magyarország, a magyar egészségügy, a közigazgatás és a rendvédelem példaértékű teljesítményre összehangolt munkára képes. Magyarország más uniós országokhoz képest már dupla utat tett meg az átoltottságban. Tehát 2-szer annyi magyar élvez immár jelentős védettséget a betegség súlyos lefolyása ellen, mint az EU legtöbb országában. Bízunk abban, hogy ez rövid időn belül már a közösségben, tehát a járványügyi adatokban is éreztetni fogja a hatását. Az országos oltási munkacsoport vezetője örömtelinek nevezte azt is, hogy folyamatosan nő az oltásra regisztrálók száma. Mostanra 4.110.000-en jelezték, hogy kérik a vakcinát. Az eddig regisztráltak 64%-a már kapott oltást, közülük már 1.250.000 felett van azok száma, akik a második dózist is megkapták. Magyarország ezzel stabilan a második helyen áll az átoltottság tekintetében az Európai Unióban, de a keleti vakcinák nélkül csaknem 1.150.000-rel kevesebb embert lehetett volna beoltani. Orbán Viktor miniszterelnök este egy újabb videót töltött fel a közösségi oldalára, amiben arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon több nagy uniós tagállamot messze megelőzve már 30%-os a lakosság átoltottsága.